Tiszteltel köszöntöm Önöket. A mai adásban egy kicsit több szó esik majd az állatokról, mint az szokásos, de van egy másik irányunk az állatokon túl is, mégpedig az, hogy hogyan lesz egy szenvedélyből, egy hobbiból a professzionalizmus által hivatás és világhír. Lássuk ki a vendég. Horkai Zoltán, állatkoordinátor. Szülei kérésére a vendéglátóipar tanulta, miközben szertett egy kölyökfarkasra, és ezzel megtalálta a hivatását. Állatait sorra viszik a filmes produkciók. Farkasai, medvéi, szarvasai több száz produkcióban szerepeltek, hollywoodi szupersztárokkal és reklámfilmekben egyaránt. Az elsődleges az állatok jóléte és a szereplők biztonsága, állítja. A Discovery Channel Zoltán a Farkasember címmel mutatta be egy filmen. A Veresegyházi Medve Otthon alapítója jelenleg családjával és állataival Gödöllőn él. Szeretettel köszöntelek, egészen pontosan köszöntelek benneteket. Köszönjük szépen. Megajándékoztál minket még egy szereplővel. Igen, jó, Dante. Dante? Igen. Dantéról mit kell és lehet tudni? Na, hát ő egy kan. A hierarchiában a második helyen van. Egy nagyon gyönyörű, szép egyébként. Gyere kicsit vissza hátra, drágám. Mutasd meg magad. Gyere, mutasd meg, hogy te ki vagy, jó? Te vagy a Dante. Jó? És azt néztem, hogy látszik-e most belőle valami így speciál ponton. Na gyere ide, gyere kicsit itt a hátrébb, gyere, kiengedlek ide, és akkor a kamerák is fognak látni, és akkor elmondjuk, hogy te ki vagy. Dante egy szuper híró, elég sok filmben szerepelt, de nem ő a fő színész. Pont azért is van itt, hogy megszokja ezeket a lehetőségeket, hogy legalább egy ilyen helyre be tudjon jönni, és megszokja a környezetet. Nekünk ez a legfontosabb. Van olyan, aki nála sokkal rutinosabb, meg idősebbek is, van, aki 13 éves, és teljesen emberbarát, meg megszokta a stúdiót, de nem őt kell már idehozni, hanem ez a fiatalságnak inkább. 6 évesen ő még fiatal? Ő még fiatal, így van. Szia! Igen, nem tudunk majd tőled beszélni. Megnézheted magad a tévén keresztül, látod? Lehet, hogy te is ott leszel a tévébe. Jó. Gyönyörű. Ugye többféle farkassal dolgozol, milyen fajta? Hát ő egy hibrid igazából, mert a mamája az egy európai szürke farkas, míg a papája egy amerikai kam volt. Ez szabad? Igen. Hát igazából ezt mi megállapítjuk, hogy kik ők, mert hát tőlünk, vagy hozzánk az állatkertekből kerültek farkasok, és annó még a 90-es évek elején még nem voltak pontos adatok arra vonatkozóan, hogy milyen állat van az állatkertben. Mondjuk a farkasokra visszatérve, ott nem tudták pontosan, hogy kanadai, vagy európai, vagy sarki farkas, vagy milyen farkas. Mi meg már kitapasztaltuk, hogy ki csoda. Úgyhogy ebből esetleg. Mert hogy ez a színeiből, a mintákból nem következik egy teljes mértékben. Tehát ő nem tiszta európai szín, tehát ő a kennelben, illetőleg a falkában, az ő falkájában, ő a legjobban hasonlít a kanadai színre. Látod, milyen jó? Majdnem azt mondtam kutya. Ja. Milyen jó farkas, rögtön le is feküdt a lábam. Igen, most ez nekünk most nem jó, mert pont nem tudjuk rendesen megmutatni, de majd elő fogjuk. Jó, kérdezni. Előhozzuk majd. Engedjük el. Előbb-utóbb elengedhetjük, hát aztán kérdés, hogy visszajön-e. Nem is engedem el, csak így ráteszem a pórázt. Lehet, hogy elballag itt a terembe. Na jó, akkor ezt például rögtön tisztázzuk. Az operatőr kollégák teljes biztonságban vannak? Abszolút, persze. Mert hogy a farkas nem támad? Hát most hazudok. Tehát az van, hogy az a farkas, amelyik a szabadban él, és egészséges, tehát nem veszett meg, nem sebezték meg, azok rettegnek az embertől, és pont ezért is van az, hogy a legtöbb helyen menekülnek, és csak éjszaka vándorolnak. Ma már nálunk előfordultak azok a farkasok is, akiket védi a törvény, tehát nem lehet őket lelőni. Ebből adódóan azok az egyedek, akik bátrabbak, azok esetleg megnézik az embereket, vagy megnézik a magaslást. De ezek a farkasok, mondjuk Erdélyben, azok puskavégre kerülnek. Tehát ezekből nem marad fent. Viszont hogyha ebből az egyedből marad fent, és ez tud szaporodni, akkor vélhetően az utódok is jó fejek lesznek, de ez nem azt jelenti, hogy megtámadják az embert. Most ez az állat, ami itt van most velünk,
ez ember mellett nőtt föl, gyakorlatilag megszelidíteni nem szelidítettük meg, csak kedves. Tehát a szelidítés az egy a kutya nevében azt lehet mondani, hogy domestikáltuk. Ő viszont nem domestikált, tehát attól, hogy ő még egy harmadik egyedben született zárt térben, attól ő még farkas marad. Ebben most mi igazából a különbség? Mert ugye pórázon hoztad, én elmesélem a kedves nézőknek, hogy én már megsimogattam, és remélem, hogy még hagyja is magát akár itt az adásban, hogyha ide kerül. De hát ebből a szempontból pont úgy viselkedett, mint egy kutya egy ismeretlen helyen, tehát kicsit bizalmatlanul, de hagyta magát. Így van. Tehát pont a bizalom az, amiről beszélünk, hogy egy jó kutya, ami hozzászokott az emberekhez, emberi környezetben, városban nőtt föl, buszon, villamoson közlekedik, az annak nem probléma ez. Ő viszont kint lakik a farmon, egy nagy kifutóba, többi farkassal együtt, és hát ők azért sokan vannak, most a legkisebb alomszám van, 16 farkasunk van per pillanat, korábban volt sokkal több is, és arra nem volt lehetőségünk, hogy ezeket mind ettől együtt vigyük be a városba, tehát erre nem volt módunk, de viszont sokat dolgozunk velük, tehát megyünk velük kirándulni, megyünk velük filmezni, gyakorlunk velük elég sokat. Mentek velük kirándulni? Kirándulni, persze, elmegyünk velük egy kicsit kirándulni. Hát felvisztek 10 farkast a normafához, a normafa hát kiürül. Örülnek. Igen, ott akkor kiürül, tehát ott nem oda megyünk. Nekem van területem vidéken, és oda el tudom őket vinni, 68 hektáron el tudunk barangolni egy kicsit. És teljesen szabadok? Ott teljesen szabadok, de nem mennek el. Tehát akkor, nem mennek el? Mert nem megy el. Nem tudja, hogy én vagyok a falkának, a falkának az első vezetője, nem én vagyok a falka vezér, ezt rossz lenne így megfogalmazni, mert tényleg nem én vagyok. Ő tudja, hogy te ember vagy, és nem falkas, hogyha te vagy a falka vezér előtti. Így van, vezető. Én vagyok a falka vezér előtti. Azért pontos, hogy nekik van egy falka vezérük, mert ha a falka vezér nem vagy fél tőlem, akkor oda jöhet mindegyik hozzám, mert azok bátrabbak, de ha a falkavezér nem fél tőlem, akkor várniuk kell a sorukra. Tehát ez teljesen normális, és hogyha a falkavezér az alfa hím vagy az alfa nőstény már megunta a banánt velem, akkor utána már ezek is oda jöhetnek. Tehát addig dögönyözheted a falkavezért, ameddig ő hagyja, de a többi addig nem jön oda. Addig nem jöhetnek oda, és időnként akkor is van még beleszólás. Tehát időnként oda megy, na elég volt is akkor. De ezt nem tanultad, ezt megtanultad mellettük, igaz? Hát én egészen más tanultam az egyetemen, soha nem tanultam állatokról semmit. Hát ha csak nem, a főzésből mondjuk tanultam a halat, de semmi más. Tehát semmi mást, és vadállatokról nem tanultam semmit, hanem ez jött ilyen autodidakta módon. Valahogy gyerekkoromtól kezdve, ezt nem is tudom, hogy mikor kezdődött, mert... De miért pont a farkas? Ugye azt én olvastam rólad, hogy az ilyen gyerekkori beakadás volt, hogy neked kell egy farkas. Ez konkrétan olyan... A farkas megette a nagymamát is. Igen, hát ezt én nem tudtam. Nem volt egy pozitív szereplő. Nem volt egy pozitív szereplő, de azért voltak róla jó sztorik is. Jack Londonnak voltak jó történetei a farkasokkal, illetőleg a farkas hibridekkel. És én a nagymamámtól hallottam még gyerekkoromban, még 4-5 éves koromban a sztorikat, amiket ő mesélt, meg olvasott, és akkor én nekem az bekattant, hogy én nekem farkas kell, de nem emlékszem a napjára, hogy nekem mikor kellett farkas, csak azt tudom, hogy apu nem igazán örült ennek, hogy én farkasokról álmodozom, és amikor elvégeztem az egyetemet és hazajöttem, mi vendéglátással foglalkoztunk egy kis panzióval, Amerikába, a Washington Egyetemen, és akkor hát hiába jöttem haza, az első alkalom, amikor kikerültem a lakásból,
akkor beszereztem egy farkast, és ez még, még 94-ben volt. De hát akkor se lehetett a sarki fűszeresnél farkast kapni. Azt nem lehetett kapni, de én tudtam, hogy hol lehet kapni, mert volt egy ember, akinél voltak farkasok, és tőle vettem az elsőt, és nem is akartam többet. Tehát én pénzért adta? Pénzért adta, de nem gondolkoztam azon, hogy én filmes karrierekre vágyok. Nem volt semmi. Hazavittél egy kölyök farkast, amit pénzért megvettél, mint egy rendes tenyésztett kutyát, mondjuk. Konkrétan. És hogy képzelted? Tehát te majd sétáltatod a, nem tudom, a hanyadik kerületben a farkasodat? Igen, nem volt tapasztalatom ebben, tehát nem tudtam, hogy kell egy farkassal viselkedni, nem tudtam, hogy kell foglalkozni velük, hogy kell őket tanítani, és nagyon sok marhaságot csináltam az első időszakban. Tehát nem tudtam úgy tanítani, mint egy kutyát, egészen más módon kell, meg lehet tanítani őket sok mindenre. Hát ez csak, a szokásos ülsz, fekszik lábhoz, ez menne? Van, menne, csak megfelelőképpen kell motiválni. Tehát ő az ülfekszik ára nem csinálja meg, de hogyha már van valami jutalomfalat, akkor csinálja. Tehát én a mesterséges motivációnak vagyok a híve. Ezért nem vagy állat... Ezért vagy te állatkoordinátor, és nem vagy állatidomány. Így van. De hogy visszatérjek még... Erre térünk vissza, de ez pont ezért izgalmas. Megpróbáltad úgy tanítani, mint ahogy a kutyákat szokták? Meg. És nem működött. Nem működött, egyáltalán nem tudtam. Megmutatott, ez teljesen hülye. Teljesen hülye vagyok. Nem, te a farkas. Hát nyilván nem, az összes többi kutya meg, azt nem, csinálja, igen. Csak ő nem. Foglalkoztam kutyával előtte. Volt egy gyönyörű szép német dogunk is, azzal is szép eredményeket értünk el, vagy értem el, és amikor jött a farkas, akkor az egy egészen más történet volt. Tehát az első alkalom, amikor kivettem egy darab húst a kezemből, vagy a kezembe, és oda akartam neki adni 3 hetesen, majdnem letépte a kezemet. Nem összekeverte a húst a kezemmel, tehát ő úgy szorította a húst a kezemmel, hogy leszedi, és akkor rájöttem, hogy ez így nem működik a farkassal. Mondom, 3 hónapos sem volt. Ő ezt finoman nem tudja. Hát ő ezt finoman nem tudja. Tehát az anyjától ugye ők másképp kapják el ezeket a kajákat. Anyuk felbefögi nekik a kaját voltak éppen? Így, van. És nem csak az anyuk. Tehát a falkában más tagok is felbefögik, fölöklendezik nekik a kaját. A falka neveli? A falka is neveli, és nagyon jó fejek egyébként egymással. Tehát a kölyköket nem bántják, legalábbis a farkast nem. Most ez az nagyon érdekes, mert a kutyát azt megeszik. Tehát azt rögtön kiskorba beteszik egy ilyen oduba nekik, akár farkassal összekeverve, akkor pillanatok alatt kiválogatja, és nem marad életbe kölyök. Tehát ez rögtön fölfalja. Tehát az, hogy farkas nevel kutya kölyköt, ez képtelenség? Az képtelenség. Tehát az, hogy tiszta... Fordítva? De az semmi probléma. Hát a kutyával az a baj, hogy a kutya nem tudja, hogy a farkas az nem farkas, hanem azt hiszi, hogy kutya. A farkas viszont pontosan tudja. Az pontosan tudja, hogy kiről van ez szó. Ez azért van benne gyilkos ösztön, ami a kutyában már nincs? Nem is a gyilkos ösztön, hanem az életben maradási ösztön. Tehát ő úgy van vele, hogy azt az egyedet, akire neki nincs szüksége, azt eltávolítja. És kaját csinál belőle. De nem azért teszi ezt, mert ő meg akarja ölni. Például, ha farkas, mit tudom, bejut egy birka telepre, akkor elképzelhető, hogy fog egy birkát, de nem fog 2-t, nem fog 3-at. És nem öl meg 1-et csak azért, hogy megöljön, hanem neki táplálékra kell. Tehát ez az óriási különbség a kutya és a farkas között. Tehát a kutya mondjuk az ember által létrehozott jószág, akit domestikáltunk, és vannak benne olyan hibák, amit az ember nem szeret. Tehát tenyésztünk egy kutyát valami munkára, és az a kutya az rendszerint elvégzi ezt a munkát, de aztán valamikor valami helyen másik helyzetbe kerül, akkor abból probléma van. Tehát például megeszi a birkát, vagy kinyírja, nem is eszi meg, hanem csak megöli, és utána gyorsan kergeti a többit. Tehát benne van az, hogy nem egyet akarok megenni, vagy nem egyet akarok megölni, hanem sokat. A farkasban nincs ez benne. A kutya az egész más. Amit elmondtál annak alapján, mondjuk a farkas sétáltatása, a farkasod kölyök korában az elég problémás lehetett. Hát mert a kutyákkal nem értette meg egymást. Igen, de viszont sétálni sétált, legalábbis egy darabig, és amikor megunta, amikor elfáradt, akkor lefeküdt,
és akkor húzni kellett, de nem tudtam húzni. Nem fogtam, meguntam, és akkor fölvettem a vállamra. És akkor szépen hazasétáltam vele, volt ilyen is. Tehát sétáltam vele 2 kilométert. Ez azért van, mert például nincsen meg benne az, ami a kutyákban megvan, hogy feltétel nélkül megy utánad? De feltétel nélkül jönne utánam, ha nagyon nagy távolságot tennék el. Aha. Akkor van ilyen, tehát volt ilyen, hogy ott hagytuk, és akkor elmentünk, mit tudom én, 800 méterre, meg fönn voltunk a hegyen, és akkor látott minket, hogy hol vagyunk. Na jó, akkor utánatok megyek. És akkor ez volt. De egyébként húzza az időt. Tehát nagyon nem túl szép tőle dolog ez, de ez most jó fej, mert ez most fekszik itt a helyén. El nem mozdul mellőled. El nem mozdulna. A leghűségesebb kutyád ez a farkas. Hát átviszem oda hozzád, ha hozzád, gondolod. Megkérem, én szívesen fogadom. Megkérem, hogy fáradjon át oda hozzád, és akkor fogd meg, te pórázom. Ha már ez amúgy is sikerült, csak arra kérlek, hogy ne engedd el. Jó. De az, ha elengedem, mi történik? Semmi. Gyere, hát akkor elsétál. Nyugodtan vidd át oda. Gyere. Átsétálok vele én is, és akkor átvágom. Nem biztos. Itt hagylak zsivány. Menj oda. De most jön. Úgyni. Gyere. És most nyugodtan megdögönyözheted. Ez a legjobb. Érzi rajtad, hogy kedveled, hogy szereted, és nem hülye, tehát ő rájön arra, hogy nem kell téged itt hagyni, hanem egy idő után érzi a biztonságot is benned, hát az emberben is. De van, aki benne nem érzi, és akkor van, akiben bízik egy idő után. Persze... Ez egyébként egy forgatáson, és akkor most térjünk át arra, ami fajult ez a dolog, hogy te vettél egy farkast. Ez a forgatáson fontos szempont, hogy milyen viszonyban lesz a színésszel, akivel együtt kell dolgoznia? Hát a legelső farkasom az nem barátkozott senkivel, csak családtagokkal, akiket ismert egészen kiskorától kezdve, de az 6 hetes volt, amikor kaptam, amikor megvettem, és abba ezek a típusú berögződések, ezek nem olyanok voltak. Tehát 6-7 az nagyon sok volt egy farkas időpontjában. Még egy kutyánál, amikor elválasztjuk az anyjától, akkor onnantól kezdve lesz ember közeli állat. A farkasnál viszont... És 2 hónapos kor előtt ne vigyük el. Kit? A kutyát. Igen. A farkast meg hamarabb kéne elválasztani? Ez 4-5 naposan. Tehát még csuk van a szeme, és amikor még nem lát, akkor már az illatokon keresztül tudja, hogy miről van szó, tudja, hogy velünk van. Egy nap után elfogadja a tejet, azt elég nehéz. Tehát amikor először beadjuk neki a szájába a tejet, nem akarja szívni az üvegből, de aztán körülbelül egy nap alatt ez kialakul, és akkor utána onnantól kezdve, mit tudom, 3 hónapos koráig szopja a tejet, azzal nincsen baj, viszont megszelidül annyira. Ez nagyon pontos dolog, hogy ebben az időszakban, amikor még ők kölykök, akkor elviszik őket mindenhova. Ami már nagykorukban már nincs rá lehetőség, de amikor kicsik, akkor hozzuk, visszük őket a buszon, a villamoson, a metrón. Az emberek kiszúrják, hogy ez egy farkas? A gyerekek. A gyerekek? A gyerekek, aha. Azok kiszúrják. A felnőttek nem mernek rám mondani semmit. Belegondolni sem mernek, hogy az egy farkas. Hát... akkor ezt most tessék, ezt gyorsan tisztázzuk. A farkas veszélyes állat? A jól szocializált állat, hogyha falka pozícióba kerül, akkor előfordulhat, hogy a gazdájára is, tehát az emberre is megpróbál visszafordulni. Tehát nagyon fontos tudnia, hogy te vagy a főnök. Mint egy kemény kutyánál. Fontos tudnia, hogy én vagyok a főnök, de ez időnként átfordul a másik oldalára. Tehát nekem most van az arcomba egy jó pár öltés, mert megfogott a farkas az arcomon keresztül, és hát ott birkoztunk egy jó 3 percig, amíg le tudtam tenni magamról. De mi történt? Hát az történt, hogy rossz időbe kezdtük oltani az állatokat. Az állatorvos jött beoltani azokat, akiket mi kivittünk a kerítéshez, és akkor ott a kerítésen keresztül beoltotta. Míg nem, az egyik szuka, egyik vezérszuka, az arra gondolt, hogy na akkor most megmutatja, hogy elég. És éreztem, hogy meg akarja fogni a térdemet, de
eltaláltam egy ütéssel, amit nem nem szoktam ütni őket, tehát hogyha nincs rá lehetőség, vagy nincs rá módom, akkor nem bántom őket soha, nincs értelme. De ilyenkor, amikor védekezek, akkor kénytelen vagyok, és akkor abban a pillanatban felugrott a fejembe, és meg szétharapta az arcomat. Hát ami nem nézett ki jól, de egész jól eltűntek ezek a dolgok. Amikor ott vagy egy ilyen helyzetben, akkor nyilván szabadulni kell, de közben az ember utóbb már végig gondolja, hogy ő most téged támadott meg, vagy védekezett? Pontosan. Hogy ne tudnám? Hát pontosan tud, meg volt már előjelzés is. Tehát én hülye voltam. Ő szólt? Így van. Tehát már előtte szólt, napokkal előtte jelezte, hogy most nem értékeli azt, hogy én ott vagyok vele, és volt a pozíciója, a testtartása, a farok emelés, a füle, mindent megmutatta, hogy ő most már szeretne váltani. És erre figyelned kell egy forgatáson is, nem? Hogy... Nem, a forgatásra úgy készülünk föl, hogy pontosan tudjuk, hogy kit viszünk magunkkal. Tehát most például nem tudtam volna elhozni egy olyan állatot, aki velem agresszív, most is van egy ilyenem, aki el van választva most már 2 éve a falkájától, és egy szukával él együtt, ő az első a csapatba, és pedig nem lehetek a második. Most ezt akkor tudnám kijavítani, hogyha betennék közé olyan farkasokat, akik szerencsétlent jól elverik, és akkor onnantól kezdve már én vagyok a segítőtárs, tehát ilyenkor bemegyek hozzá, és akkor kéri a segítségemet. Ez az egy eset van arra hivatkozva, amikor ezek az állatokkal segítségemet kérik. Akkor viszont ebből én most messze venni a következtetést levonva, azt mondom, hogy te az állatok érzelmeivel dolgozol. Ugye az idomár erőből dolgozik, félelmet gerjeszt, te meg az érzelmeiket figyeled, és azt használod föl. Egy nagyon jó különbség. Az egyik az, megpróbáljuk a kiképzők, nem is a kiképző, hanem az idomár, az megpróbálja olyan helyzetbe hozni az állatot, ami egy feltételes reflex, például egy medvének föl kell állni a cirkuszban. Cirkuszban. Köszönöm szépen. Úgy mondtam neked, hogy lassú vagyok. Igen. Ezt majd erre mondatra, majd térjünk ki, hogy mi történt. Tehát az állatkertben előfordulhat, hogy fölállítják a medvét, és annak tátogni kell, meg locsolni a kezével, meg mit tudom én, és megfogjam. Trükkös, most átmászott hozzá. És aztán visszahúzhatod egyébként szépen lassan, ha gondolod, gyerünk módjával, menjél át. Ezt és akkor ezek az állatok, ezek a Pavlovi reflex útján működnek. Tehát azt tanulja meg a vagy medve, hogy a gondozója odaszól egy jó forró tüzes vasat a lába alá, és közben így csinál. És amikor így csinál, akkor ő rögtön föláll. Mert tudja, hogy baj lesz, hanem, mert fájni tudja, fog. Így van, és már ezeket a trükköket nem kell megmutatni a játszótéren, hanem elég nekik ezt mutatni, és akkor a medve megcsinálja. Medvék azok 2-3 éves korokig működnek így, utána nem. Utána mindig baleset van belőle, és akkor leteríti a gondozóját. Tehát ezek a medvék, ezek veszélyesek. A cirkuszi számok betiltása mögött leginkább ez van? Hogy, hála Istennek. Hogy ez általában így van. Tehát nem, igen, mert ezeket az állatokat, ezeket nem úgy tartották, ahogy kéne. Tehát mondom, ezek az állatok, ugye ragadozó állatok, ezeket nem lehet úgy tartani, mint egy menekülő állatot. Mondjuk egy gímszarvassal egyszerűbb dolgozni, mint egy medvével, mert azok megszelidülnek és kedvesek lesznek, és nem kell, hogy agyonverjenek. De egy medve az más történet. Nekem is van medvém, és... Volt is, hogy kiúsztod nála a gyufát. Volt, egyik, igen. Az egyik, az lecsavart egy nagy sallert, hát attól kaptam a legtöbb öltést. Tehát az 38 öltést kaptam, hát most 50 öltés volt így a fejemben, most itt kipótolták még egy kicsivel, de... Azért ez kemény. Tehát én nem, értem, hogy erről így mesélsz, de ott is lehet maradni egy ilyentől. Igen, de ebben nem élek. Tehát nincs bennem a veszélyérzet. Meg amikor a medve fejbe húzott, akkor nem az volt az elsődleges dolog, hogy te mocsok, mit csináltál velem, hanem
hanem tudtam, hogy hibáztam. Mit csináltál? Hát mit csináltál rosszul? Én etettem az állatot, és ezt a medvét, ezt minden alkalommal, amikor etetem, akkor meg tudom simogatni, meg tudom puszilgatni. Ez egy 28 éves állat, ez egy nagyon öreg medve. Hát akkor még csak 26 volt, és akkor egy fényképet kellett csinálni erről a medvéről, meg egy másik fiatalabb medvéről, akiről megmondtuk, hogy egyformák. Tehát nincs a filmben az ellenkérdés, hogy hú, hát ezek nem egyformán néznek ki. És akkor küldtem fényképet, vagy küldeni akartam fényképet a filmeseknek, és a lényeg az, hogy csináltak a kollégáim fényképet az állatról, meg rólam, puszi ide, puszi oda, jöttek oda az öreg farkasok, 26 éves farkasok, és ott szedték el tőlem a kaját, mit tudom én, és közben kifogyott az edényből a tejfel. És amikor elfogyott, akkor oda mentem, hogy megnézem a kamerába, hogy milyen kép van benne, és hát ez nem jó kép, na, akkor az üres tejfeles dobozzal megpróbáljuk. És amikor oda dugtam az arca alá, ült a medve, egyetlen egyszer nem mozdult meg, 20 percig, és akkor egyszer csak adott egy sallert. De úgy, hogy ide lenyomott egyet a fejemre. Mert üres volt a tejfeles doboz? Mert üres volt a tejfeles doboz, és ezt megtanultam nála, hogy ezzel nem játszom. Eltelt 20 év azóta, hogy én együtt dolgozom az állattal. Tudtuk, hogy ezt a medvét, ezt most már nyugdíjazni akarjuk, és amikor ezt a fülest csinálta, akkor szétnyílt a koponyám, de nem haragudtam rá, hanem csak annyit mondtam, hogy te hülye, most ezt tényleg ezért csináltad? És akkor megsimogattam, és kimentem, és már mentünk is a kórházba. Tehát ilyen van. Tehát akkor, amikor a farkas cibál, mint az ördög, és be kell tegyem egy kenelbe ahhoz, hogy megmeneküljek tőle, azt vagy túl kell élnem, van 3 percem, addig van erőm, utána elfogy. A medvén nincs ilyen. Annál nincs ilyen. De hát miért cibálod saját farkasod, mint az ördög? Mert ő úgy gondolta, hogy ő át akarja venni a pozíciót. Akkor mégiscsak van abban azért igazság, hogy ez veszélyes. Tehát, hát hogy ne lenne veszélyes? Ezek vadállatok maradnak akkor is, ez így hogyha van. Együtt élsz velük. Ez így van. Tehát akkor, amikor a falkában együtt vagyunk az állatokkal, akkor nekem tudnom kell azt, hogy ahova bemegyek, ott a vezérkan vagy a vezérszuka, az hogy fogad engem. Ez a lényeg. És hogyha ő példát mutat arra, hogy hoho, ne gyere be ide, akkor én ezt már rögtön látom rajta, és akkor ki kell találnom, hogy mit fogok csinálni. Vagy kiveszek tőle 3 olyan alattvalót, akik támogatták az ő pozícióját, és akkor a többiek rá förmednek, és elveszti ezt a pozíciót, vagy pedig őt veszem ki a csapatból, és pillanatok alatt új rend alakul ki. És amikor visszateszem egy hét múlva, akkor már nincs pozíciója. Ez az egésznek a titka. A trónfosztás. Így van. De ez nagyon kell ismerned őket. Mennyit vagy velük? Hát sokat vagyok, együtt éltem velük, most már 30 éve együtt élek. De ez valódi együttélés? Tehát abszolút, persze, hát együtt élünk. Hogy úgy képzeljem, hogy reggeltől estig ott vagy nem. Velük? Ugyan? Nem, mert annyi állatunk van, hogy mondtam, 16 farkas van, 4 medvénk, vannak vaddisznóink, vannak lovaink, van egy csomó másik állat, vannak szarvasok, és arra nincs lehetőségem, hogy én minden nap bent legyek mindenkinél. Egyszerűen ez nem működik. Viszont ami nagyon fontos, hogy gyerekkorban kialakuljon közöttük az a bizalmi viszony, ami megvan, ami örök életükre kíséri őket. Volt egy olyan helyzet, hogy ez a bizonyos farkas, ami megtépte az arcomat, ezt beraktam egy kenelbe, ami benn volt a kifutójukba, bementem a kórházba, 5 napig kezeltek, 5 napig nem kapott enni-inni, nem engedtem be senkit, megmondtam, hogy senki nem mehet be hozzá, és 5 nap után visszamentem, amikor össze voltam varva, oda hívtam a többieket, ott már éreztem, hogy megint alakul a trónfosztás, tehát köztem is, és amikor kinyitottam az ajtót, akkor a többiek rögtön leverték. És akkor ő hátsó helyzetbe került, utolsó helyzetbe került, és onnantól kezdve jó fej volt velem. Tehát ez a titka az egésznek. Felhív egy rendező, és azt mondja, hogy kérek egy állatot. Van olyan helyzet, amikor azt mondod, hogy erre a produkcióra, vagy erre a szituációra én bizony nem adok állatot? Volt ilyen, sok ilyen, amikor nem tudunk elvégezni olyan feladatokat, ami a mi viszonyunkat és az állat viszonyát segíteni,
vagy derogálná. Tehát, hogyha olyan helyzetet kell teremteni, amiben az állatnak a viszonya romlik hozzánk képest, akkor azt nem csinálom. Viszont meg lehet tanítani egy csomó mindenre. A rendezőt is? A rendezőt is. De... Mert sokszor szerintem ezzel nagyobb a baj, tehát van egy elképzelése egy rendezőnek, én el tudom azt képzelni, látja maga előtt a jelenetet, amit nem lehet megcsinálni azzal az állattal. Akkor nincsen baj, hogyha közli velünk. Tehát, hogyha mi előre megkapjuk a storyboardot, és megkapjuk az utasításokat, hogy mit kell csinálni az állatnak, és milyen körülmények között lesz a sztori, akkor ezek a rendezők ezek nagyon jók, mert ezek időt vesznek, és eljönnek hozzánk, megnézik az állatokat, megnézik, hogy mit tudnak csinálni, megtudják azt, hogy tudunk-e nekik valamit tanítani. Ezek nagyon jó rendezők, és ebben vannak magyarok is nagyon jók. Tehát az Enyedi Ildikó az például, az eljött hozzánk, amikor forgattuk a testről és lélekről, és kiválasztott egy szarvast, egy bikát. Nekem akkor volt 100 szarvasom. És ő kiválasztott egy olyan bikát, ami úgy éreztük, hogy nem alkalmas a feladatra. Miért? Azért, mert nem volt szelid, és nem volt olyan egyszerűen kezelhető. Viszont az Ildikó ezt választotta. És akkor mondtuk, hogy jó van, hát akkor majd a Góliát lesz a színész. És akkor később visszajött, egy hónapok. Ja, ő választott valakit, és egyet, mondtátok, igen, hogy jó, és igen, majd igen, lesz igen, egy igen, másik. Mert ez színész, hasonlít igen. A színészre. Tehát úgy néz ki, mint a színész. Morsányi Géza, így igen. Van. És a szarvas. Úgy el is neveztük ki, egyébként, Morsányi Góliátnak elneveztük a szarvast később. De a lényeg az, hogy amikor kijött újra, én nagyon szerettem az Ildikót egyébként, de tényleg, mert egy olyan kedves, bájos hölgy volt, hogy nem volt egyszerűen, nem tudtunk neki mit mondani, hogy nem akarjuk megcsinálni a feladatot, viszont amikor kijött és nézte újra a szarvasokat, akkor én rámutattam, hogy ott van, ő a Góliát, de nem ő volt, egy másik volt, és akkor 50 bikából kiválasztotta, 50 bika, azért az nagyon sok. 50 bikából, várjál, ez nem az a bika, egyszer látta a bikát, és az Ildikó kiválasztotta az egyet, a Góliátot. Emlékezett. De vajon miről? Hihetetlen, nem igen. Tudom. Ő hasonlított Morsányi Gézára valóban. Igen, tehát ő hasonlított, és akkor na ez egy nagy kihívás. Na de ott volt nektek feladatotok, tehát ugye a nagy szám ebben a filmben, azon kívül két fantasztikus színész nagyon finom munkája volt. Uh-huh. Azért az volt, ahogy megjelentek ezek a szarvasok, és ahogy az a történet megjelenik a filmben, amit a szarvasokhoz álmodnak. Igen. Ez meg kellett csinálnod. Igen, ez nehéz volt, mert amikor az Ildikó kijött hozzánk először nyáron, akkor arról volt szó, hogy a pénz meg fog érkezni a filmhez, és ez majd most télen elindul, és akkor mi gyorsan télen forgatunk mindent a szarvasokkal, amit tudunk csinálni, a tehenekkel meg a bikával. Itt mondjuk egy tehénnek kellett játszani. De hogy akkor majd ezeket valahogy majd a színészeknek a szájába kötjük, hogy mit kell csinálni, mi az, amit majd elő kell adni, hogy mi történt, miközben ők álmodták ezt a jelenetet. És a helyzet az, hogy a pénz az elment, és nem tudtuk megcsinálni ezeket a jeleneteket, nem volt rá keret, viszont a színészekkel le kellett forgatni mindent. És megfordult a sztori? Megfordult a sztori, aha. És azt kellett csinálnunk, amit ők egymásnak vallottak. De ezt hogy magyarázod el egy szarvasbikának, hogy nem arra kell nézned? Így van. Hát itt van egy csomó trükk, amit csináltunk. Egyébként marha jó, amikor megnézzük a videót, hogy készül a film, hogy mi hogy dolgozunk velük, és hogyan vesznek ki minket a jelenetekből, tehát minket kiszednek a filmből. De te benn voltál a szarvasok között, volt, csak téged volt, nem látunk van olyan, hogy már. Van olyan, hogy nem látni, igen. Volt egy-két komoly jelenet, ami muszáj volt ezt megcsinálni. Azt kell tudni, hogy a bika meg a tehén azok nincsenek együtt a téli időszakban, vagy keveset vannak együtt. Ezek igazából a nyáron állnak csapatba, a tehén meg a bika. És a tehén az ilyenkor télen óvatosabb, mint mondjuk nyáron. Na most a helyzet az volt, hogy
két feladat is volt, ami, hát nem kettő, sok feladat volt, ami trükközni kellett. Az egyik az volt, hogy a tehén, a bikának át kell ölelni a szerencsétlen tehenet, aki már nagyon elfáradt a séta közbe, és a derekára ráteszi a fejét, és így áthajol rajta. Csinálnak ilyet a szarvasok? Így csinált ilyet, mert arra kellett megtanítsuk, hogy a kukoricát azt onnan mögül egye. Tehát a tehén mögül kellett ennie. Én ott tettem be egy ilyen edénybe egy kis kukoricát, és hogy neki át kellett hajolnia, és úgy kellett ennie. Na ennyit az igaz őszinte szerelemről. Na hát igen. Tehát ez egy kamu volt, de volt, csinálunk olyanokat is, hogy a ballaga, a bika egy ilyen gyönyörű, szép, havas úton fönt az Alpokba, nem az Alpokba, hanem a Bükkbe, egy gyönyörű, szép helyen, és ballag egyenesen, míg a tehénnek mögé kell menni, egy 50 méter távolságra. De mennie kell a bika után. Most a tehén az nem a bika után megy, hanem az emberek közé, akik állnak egy bizonyos ponton, a bika is arrafelé megy, és akkor a tehén megy utána. De a tehénnek egy bizonyos tempót kell csinálni. Na most, hát erre használjuk ezeket a farkasokat. Fölvesszük pórázra, és két irányba, mondjuk itt a tehén, a tehénnek ebbe az irányba kell menni, mögé állunk két farkassal, és akkor szép lassan elindulunk velük. És az, hogy mi milyen tempóban megyünk, az motiválja a szarvas tehenet is arra, hogy mennyivel menjen a... De akkor megint az történik, hogy hatsz rá, és nem az történik, hogy beidomítod valamire. Nem tudom idomítani. Tehát ezeket a teheneket idomítani nagyon nehéz. A szarvas nagyon buta állat? Hát nem lehet összehasonlítani, mint a kutyával. Egyébként buta. Tehát ezekhez képest buta. Össze szoktam hasonlítani a lóval. Mert a ló is azt mondjuk rá, hogy okos, és mindenkinek a kedvence a ló, de összehasonlíthatatlan mondjuk egy kutyával. Nem tudjuk összehasonlítani. Tehát egészen más. És mondjuk összesen tudom hasonlítani egy vaddisznóval. Tehát a vaddisznót azt sokkal könnyebben tudjuk tanítani, képezni, és a feladatok elvégzésére, mint mondjuk a lovat. De egy vaddisznót mire képezel? Mi volt ezügyben például az extrém kérés, hogy mit csináljon meg a vaddisznó? Hát a vaddisznóink azok tudnak ülni, feküdni, állni, pörögni, forrogni, minden hülyeséget meg tudnak csinálni. A kérdés az, hogy mivel motiváljuk őket. Friss mak. Friss mak mondjuk, vagy hát még a kukorica a legjobb, de mondok erre egy másik példát. Várj, ezeket mindig a hasuknál fogva lehet a legegyszerűbben az összes vadat? Nem feltétlenül. Tehát, hogyha nincs kajás állapotban, vagy olyan helyzetben van, hogy nem érdekli a kaja, akkor nem mindig a kajával tudom motiválni. Ha tanított dolgokat akarok vele létrehozni, mondjuk, hogy áll egy helyben, és áll egy kövön. Mindig teszünk elé valamit, amire föláll. És akkor arra fölállítom, és akkor megpróbáljuk kihúzni az időt egy 10 másodpercet, hogy ott megálljon. Az európai az nagyon nehéz. Azok sokkal pörgősebbek, mint a kanadaiak. Tehát ezt például könnyebben tudom mozgatni, vagy állítani egy helybe, mint az európai. De most is milyen türelmes. Nagyon türelmes, ezért nagyon büszke is vagyok rá. Viszont az európai sokkal jobban ugrik. Tehát annak kisebb a súlya, és amikor az emberekkel ugrania, rendszerint egy ilyen asztalról, akkor az sokkal jobban csinálja, mint a nála jóval nehezebb kanadai. És ezek sokkal szebbek. Sokkal akartál jobban. Mondani még egy példát, ha még emlékszel. Igen, rá. Nem felejtem el. Tehát forgattunk egy a boszorkány vadászba, és arról volt szó, hogy a farkasok azok megtámadják a lovaskocsit, és nem is a lovakat, hanem akik benne ülnek, meg a lovasokat. És akkor az egyik lovas leesik a kocsiról, és akkor azt körbe kell keríteni, és meg kell támadni. Az ugye először körbe kerítjük, megállunk, megnézzük mindegyiket, akkor ott vicsorogatnak, mert a vicsorgás az náluk az egy behódoló pozíció, tehát azt az emberek azt hiszik, hogy az az agresszivitás, közben nem. De a farkas minden... a vicsorog, akkor nem támad? Nem. Akkor ő azt akarja, hogy hagyják békén a kajájával, és amikor dominálják a farkas, tehát ő például egy ilyen fekvő pozícióban van, és a fölötte levő kan az rám morog, de nem villantja a fogát, csak hangot ad, akkor ő vicsorít. De és az azt jelenti, hogy megadtam magam. Megadtam. Milyen érdekes, igen. A kutyáknál pont fordítva. Így van. És akkor, na mindegy, lényeg az, hogy volt ez a jelenet, hogy
hogy a farkasnak rá kell ugrani a palira. Na most ezt úgy akarták fölvenni, hogy a pali szemszögéből, a színész szemszögéből fölveszik, hogy átugorja a kamerát. Tehát miért ugorná át a kamerát, mert is tudja kerülni. Tehát a kamerát betettük egy ilyen asztal alá, és neki csak föl kellett ugrani az asztalra. Na most amikor a kajára felugrott a kanunk, akkor minden tök jó volt, úgy voltam vele, hogy na, akkor ez meg is van, lóvi a zsebbe, mehetünk haza. De hát a rendező mondta, hogy új, hát ez kevés. Neki sokkal fontosabb, hogy elképesztő tempóban jön a farkas, és hogy nagyon keménynek látja. Legyen ijesztő. Igen, legyen ijesztő, legyen ijesztő. És akkor, hát akkor mit csináljunk, mit csináljunk? Mondtam, hogy akkor jó, hát akkor fölteszünk egy szukát az ágyra. Ez a szuka, ez egy az asztalra. Igen, az asztalra. Tehát ez egy tüzelő szuka volt, és a farkas nem kellett motiválni, a kant nem kellett motiválni arra, hogy ezt minél gyorsabban csinálja, hanem úgy gondolta, hogy na, akkor itt van a nagy lehetőség, és akkor ő fölugorhat a szukához, és óriás tempóba indult neki, és fölugrott az asztalra. Na most mondtam, ez most már tök jó, mert már itt már van tempó. De mondta a rendező, hogy ez tök jó, most már nagyon nagy a tempó, de kéne valami agresszív jelentnek lenni, hogy a farkas agresszív. Most akkor most mit csináljunk? És akkor föltettük a szuka mellé az egyik alárendelt kant, na akkor a vezérkam meglátta. Megszerezte a csajt. Meglátta, hogy neki meg kell szerezni a csajt, és akkor rettenetes tempóval már nyitott szájjal pattant föl az asztalra, onnan nekem le kellett rántanom a szerencsétlen alárendelt kant, hogy ne tépje szét, de ez így sikerült. És akkor itt arról volt szó megint csak a természetes motiváció, hogy mi nem kértük a farkast, hogy ő csinálja ezt a jelenetet. Ő magától csinálta. Tehát az benne, ebben az a szép és az a jó, amikor olyan jeleneteket tudunk megcsinálni ezekkel az állatokkal, amit maguktól akarnak megcsinálni. De akkor neked ehhez nagyon trükkösnek kell lenni, ugye nem csak farkasokkal dolgozol, én olvastam egy történetet róla, hogy légyel, meg papagájjal. Igen. Léggyel dolgozni. Hát azt gondolom, hogy a légy az nem túl okos és nehezen tanítható fajta. De ki kell találnod, hogy mégis mit csinálj vele? Az Anthony Hopkins-szal forgattunk egy filmet, amikor hát ő medvékkel forgatott, tehát nem légyel, de mi légyel dolgoztunk meg macskákkal. De lényeg az volt, hogy én megérkeztem a forgatás helyszínére, ez nyáron volt, és nem hoztam legyet. Viszont ez valamikor egy órakor volt, amikor engem behívtak, és egy ilyen kuktát tettem ide ki középre, és tettem bele egy kis döglött nyulat, tehát ilyen belsőségeket. És a legyek berepültek oda maguktól, semmi perc alatt. Tehát nekem 10 perc alatt volt, mit tudom én, 50 legyen légy. És akkor az volt a jelenet, hogy egy ilyen kis körszobába volt egy állvány, nem állvány, hanem... Létre, vagy valami? Nem létre, hanem mi van fölöttünk? Lámpa. Lámpa. Na, csak összehoztam a lámpát, és volt egy lámpa, volt egy asztal, és az ördög, aki légybe bújt bele, az oda piszkított az asztalra. És nekünk az kellett, hogy a legyek körbe-körbe repülgessenek ebbe a kis sötét szobába, és még egy kicsit rá is fűtöttünk, és betettem a koszt ide, meg föltettem a lámpára, és a legyeket, amiket hoztam, azokat elengedtem, és semmi más nem csináltak, csak ami le volt írva a forgatókönyvbe. Semmit, nem kellett velük megbeszélnem, hogy csináljátok a feladatot, hanem maguktól csinálták. Miért csinálná a légy a feladatot? Azért, mert ott van körülötte világos, azért, mert ott van meleg, és azért, mert mindenhol máshol sötét volt. Tehát ő ott pörgött. És pillanatok alatt megvolt a jelenetünk. El egyeket elengedtem. Igen, mit csinálnál velük végül utána? Igen, de igen, csak ugye ez ugyanaz, amit én a nagyobbaknál mondtam, hogy az érzelmeikre hatsz. Hát ugye a lénynek talán nincsenek érzelmei, vagy hát ezt nem tudjuk, de azt feltételezem, hogy nincsenek, de logikája van annak, ahogy ő működik. És te ezzel élsz igazából. Igen, csináltunk ilyet is. Egyszer muszáj voltam lefagyasztani egy legyet, mert muszáj voltam, de nem fagyott le, hanem egy kicsit betettük a hűtőbe, és lelassult. És az volt a feladatnak a lényeg, hogy egy kicsit valaki, hát egy ilyen étkező asztalnál, valaki pöckölgette a legyet, meg túl újraélesztette, meg mindenbe beleesett a levesbe, meg mit tudom én, de lényeg az volt, hogy kicsit pöccögesse a legyet, és elcsúszson ide a szélére, és onnan elrepüljön.
Hát amikor ezt indítottuk, ezt a feladatot, akkor ez valamikor április vagy márciusban volt. A légy koordinátor. Hát így igen. Van, tehát nem volt egyszerű összeszedni a legyeket erre a jelenetre, de akkor, amikor mondtam, hogy mit kell csinálni a légynek, akkor az volt a rendező kérdése, hogy semmit nem kell csinálni a légynek, csak legyen légy. Hát mondom, akkor nekünk van olyan legyünk, aki föl van szúrva egy létre. És akkor azt én odaadom, döglött légy, és ez ott tök jól mutat. Nem, nekik élő légy kell. Élő légy? Hát mondom, akkor mit kell csinálnia? Hát élő. Hát mondom, akkor szerzek élő legyet, és akkor ingyen odaviszem, jó? És akkor ti megcsináljátok. Barátságból kaptok egy legyet. Így van, barátságból kapjátok a legyet. És amikor szó került arra, hogy később, egy 10 perc múlva jött a telefon, hogy Zolikám, hogy csinálod meg azt a léggyel, hogy pöckölgeted, és csak a szélén repül el? Hát mondom, ezt az összeget kérem érte, és akkor ezt megcsinálom vele. Tehát ez így alakul. Na de akkor te már tudtad, hogy csinálod hát meg? Hát hogyne, vagy? Persze, ebben már rutinosok voltunk. De hát állatokat is, tehát mit tudom, egy nem egy kígyót, hanem egy, hogy hívják a három lábút, vagy négy lábú? Olyan, mint három a kígyó. Az a szék. Nem, gyík. Gyík, ez az, gyík. Tehát gyíkot csináltuk azt, hogy lelassult, és állt egy helyen. És nem mozdult el onnan. Nekünk az volt a jelentünk, hogy ő csak ott álljon, és nagyon lassan mozduljon el. És betettük a hűtőtáskába ezt a gyíkot, és akkor lelassult. És ez nekünk tök elég volt ahhoz, hogy visszategyük oda a helyére, ahol neki kell lenni a filmen, a jelenet közben, és szépen lelassult, és föl lehetett vele mindent venni. Azt honnan tudod, hogy mikor kínzás és mikor fér bele? Hát ha kínzásról van szó, akkor nem csinálom. Az semmi esetre. Jó, de hol a határa? Tehát a lehűtött gyík biztos nem boldog attól, hogy ő most fázik. Igen, tehát hogyha lehűtött gyíkot, ugye, ha alapul vesszük, akkor előbb-utóbb azok leszedálódnak gyakorlatilag a tél alatt. És akkor lelassulnak, ugyanúgy, mint a medve, amelyik bent van a barlangjában. Csak az a medve, ami nem nálam él. Mert nálam télen is esznek, tehát nem kell, hogy lefogjon, és nem kell, hogy visszafogja az energiáját, és emiatt barlangba lakjon, és akkor ott lelassul a szíve, meg a tüdeje, meg minden. Ugyanez ezekkel az állatokkal, tehát ezeket vissza lehet tenni normális körülmények közé, majd akkor utána elővesszük, és akkor egy idő után elindulhat megint. Akkor vége a forgatásnak már, tehát az megvan. De van egyébként, nagyon szeretem ezt a jelenetünket, mert ez tényleg a természetes motiváció volt. Hoztunk még a 2000-es években hoztunk egy csomó állatot egy filmhez, amiben el kellett hoznunk, megint csak itt van a név. Ebben nem fog tudni segíteni, de álljunk itt meg. Mondjuk el a nézőknek, hogy ez most micsoda. Mert ez így furcsa, és ezt inkább te meséld el, mint jó, elmondom, csak hogy hívják ezt a... Azt most nem tudom. De mindegy, van egy madár, ami a sarkörön él, és rengetegen élnek együtt, nem repül, de madár. Albatrosz, nem? Nem albatrosz, hanem... Pingvin. Pingvin. Ja, nem repül. Ez az. Nem pingvin. Repül, akkor pingvin. Pingvin. Hát ez találós kérdés. Na, megvan a pingvin. Tehát 4 pingvint hoztunk Hollandiából erre a forgatásra. Olyan nehéz volt az összes papírnak az elintézése, hogy már csak a forgatásra értünk be velük. Volt nekik egy gyönyörű szép kádjuk, ott tudtak ott fürdeni meg minden. És a jelenet az volt, hogy ki kell sétálni egy hűtőszekrényből, aminek kinyílik az ajtaja, és a kamera mellé elsétálnak mind a négy. Teljesen életszerű helyzet a pingvin a hűtőszekrényben. Így van, és nekik ez volt az egyetlen feladatuk, hogy ők kinyitják a hűtőt, gomnyorásra kinyílt a hűtő, ők megállnak egy pillanatra, szétnéznek, kilépnek, és elsétálnak a túloldalra. Az volt az egésznek a trükkje, hogy amikor kinyitották az ajtót, akkor a kamera mellé tettünk egy tükröt. Meglátták magukat a tükörbe, abban a pillanatban, hogy azt látták, hogy a többiek ott vannak, a haverok, akkor gyorsan áttotyogtak oda, és már meg is volt a jelenet. Egyszer kellett fölvenni.
Ez fantasztikus. Viszont amire én kérdezni akartam, mert keresed néha a szavakat. Igen. Te most túl vagy egy egészen súlyos állapoton. És sajnos így van. Elmeséled? Hát persze, hát ez nem volt egy baleset, hanem egyszerűen csak szétnyílt az agyamban egy ér, és akkor 3 hétig kómában volt, amikor nyaraltunk. Törökországban voltunk a gyerekekkel az első napon, a párommal. Az első napon történt ez a malőr, és 3 hétig kómában voltam. Úgyhogy én 1 hét után nem mentem vissza a Törökországból. A gyerekek hazamentek, a párom az velem maradt, és akkor 3 hétig voltunk együtt, és utána hazahoztak repülővel, azt sem tudom, milyen repülővel, csak tudom, hogy valami magángéppel, és én nem emlékszem arra, hogy mi volt a kórházba. Nem történt, nem emlékszem semmire az elején. Az első másfél hónapból körülbelül. Onnantól kezdve pedig beugrott minden, és akkor hát 6 hónapot voltam kórházban. Ez hosszú idő volt. Fantasztikus, hogy így vagy, és itt vagy. Hát itt vagyok, kicsit lassú vagyok, meg gyenge vagyok, meg látod, idehozom azt a farkast, amit nem kell cibálnom, alszik. Hát igen, a legbékésebb. Igen. Fenn van egyébként, csak hát szendereg nézelődik. Szendereg, igen, sokat ivott biztos, de pont erre jó volt, hogy most itt nyugodtan fekszik, és a következő showba már tudod, lesz, hogy viheted. És akkor már jobban tudja. Az, hogy te folytatod-e az állatokkal a munkát ezután az állapotod után, az nem volt kérdéses? Soha. Attól nem féltél? Egy kicsit le vagy lassulva, egy kicsit megváltozott talán a mozgásod, hogy másképp néznek rád? Nem néznek rám másképp, de tudják, hogy ki vagyok, és nem megyek be mindenkihez. Itt van például a medvém, most már 8 hónapja nem volt vele kapcsolatom. Illetőleg van kapcsolatom, de csak kerítésen keresztül. És az még így akkor az te medvéd? És ez az én medvém, és ezzel most lesz egy jelenet, amikor birkóznom kell vele, ahol ő legyőz engem. Tehát nekem alá kell kerülnöm. Most nem vagyok abban a helyzetben, vagy abban a kondícióban, hogy én alá feküdjek. Tehát ez 280 kilós medve, tehát eddig még a mielőtt ez történt volna, előtte nagyon jókat birkoztunk, és nagyon aranyos medve. Tehát ő neki, én vagyok apukája. De most így veszélyes? Nem. Most sem? Nem veszélyes, tehát akkor ő nem bántana. Akkor igazából nem az a kérdés, hogy a medvével mi lesz, hanem hogy veled mi lesz alatta. Pontosan, tehát nem megyek még be hozzájuk, mert nem tudok úgy közlekedni, nem tudok futni, nem tudok kocogni, még a derekam nem olyan jó. De most a kutya, ezt a farkas már elhoztam, mert ez jó fej, és nem ráncigáztana szét az úton, kicsit megráncigált, de azért nem teljesen. De a medve az más. Tehát a medve az olyan erős, hogy amikor az rám nehezedik, akkor nekem tudnom kell tartani őt. És azért az egy más történet, és nem félek tőle, tehát egy pillanatig sincs bennem az, hogy félek tőle, vagy tartok tőle, hanem rutinból csinálom, és megpróbálom kivárni azt az időpontot, még 1-2 hét, ameddig végre jobb kondiba leszek, most egy kicsit gyorsabban fejlődik a kondim, és megpróbálok hozzá úgy bemenni, hogy nem kell lebirkózzon, de rám állhat. Tehát fölállhat a vállamra, és akkor játszhatunk. Tehát ez egyébként ez egy fantasztikus... És ismét partner vagy, és ez így működik. Hát neki ez a legnagyobb játék, hogy ő velem partnerkodhat, és ez az egyik legnagyobb érzés, egy ilyen medvével, aki szeret minket, és jó a kapcsolatunk, tehát bensőséges kapcsolatunk van, ezzel ölelkezni, és játszani, és csak megölelni ezt a medvét, ez egy csodálatos érzés. És ez nem is tudom, mivel visszahasonlítani. Talán a rossz szex, az nem lehet jobb ennél. Tehát ez a medve, ez nagyon jó, és ezzel a medvével ez úgy nőtt föl, most már sok hibát követtem el a medvékkel, mert összeraktam őket korábban, tehát azokat a medvéket, akik egymással kezdtek együtt nőni, összeraktam. És abból nem lett, az nem lett jó, mert ők medvék lettek, és megszokták, hogy ők medvék. És a 9 éves korára már érezhető volt, hogy megváltozik a helyzet, és nem fogom tudni. Nem barát, hanem medve. Igen, medve, és az lecsavar. Na most ez marami gyors, tehát itt a macinál kis sérülés nincs. Tehát az, hogy a farkas megharap, oké, megharap, megpróbálom
3 perc alatt mondjuk kivédeni ezt a helyzetet, tehát megfogom a fejét, és akkor megpróbálom egy olyan helyzetbe hozni, hogy meneküljek tőle. De a medvénél nincs ilyen. Tehát ő annyira erős, hogy itt nincs appellátva. Nincs esély. Nincs. Semmi. Az, hogy egy gyerekkori ötletből, vágyból egy világhír lett, mert hogy azért ezt szögezzük le, hogy ebben a műfajban az, amit te és a te céged képvisel a világfilmgyártásában, az kuriózum, és ezáltal világhír. Azt gondolom, hogy nem csak arról szól, hogy te szereted az állatokat, hanem hogy megvalósítottad az álmaidat is. Hát igen, ez egy olyan történet, hogy amikor mondtam az elején, elkezdtem beszélgetni a farkasról, hogy én egy farkast hoztam haza, és nem gondoltam arra, hogy több lesz, akkor nem gondoltam arra sem, hogy még én a Veresegyházi medvemen helyet fogom üzemeltetni, és véletlenül kihívtak minket egy forgatásra egy farkassal, utána az bekerült egy kiállításra, és ott az osztrákok elkezdték nézni, hogy úristen, ez a farkas belenéz a kamerába. Ez egy ilyen filmszemle volt. Így van, egy filmszemle volt. És akkor megtudták a címemet meg, az elérhetőségemet, és akkor kértek más feladatra. És akkor jött a szarvas, jött a disznó, jött minden más, a róka, minden. Vannak ezügyben még álmaid? Nincs. Nincsenek álmaim. Elég volt. Tehát az, hogy mindent megcsináltam, amit akartam, Az tulajdonképpen a legnagyobb öröm, amit nincsenek olyan álmaim, hogy én most elefánttal szeretnék dolgozni, vagy tigrissel. Nincs. Ezekkel szeretnék együttműködni, és 53 éves vagyok, azt tudom, hogy például a medvém is öregszenek, ezeknek elég nagy koruk van, tehát 30 évig élnek, és van olyan medvém, amelyik 12 éves, és van még bőven ideje. Már nem akarok újat hozni, vagy nem akarok újat szerezni, mert egy idő után, amikor én már kiöregszem, akkor ők még fiatalok maradnak, és akkor ezt már nem akarom csinálni. Így viszont közös az utatok. Így viszont közös az utunk. Tehát például ez a medve, aminek van még hátra 20 éve, talán még több is, 25, az velem egy időben fogja csinálni. És akkor, amikor ő már abba akarja hagyni, akkor valószínűleg én is abba hagyom. És most már annyi szerep volt, hogy már válogatunk igazából. Tehát nem az van, hogy na, most ezt a filmet ezt nem csináljuk, mert ez nincs kedvünk, hanem ez egy nagyobb meló, és ebben több pénzt tudunk szerezni, akkor azt csináljuk. Nem ez van, hanem az van, hogy időnként el tudok menni gyerekekhez, beteg gyerekekhez, akiknél tudok farkast hozni, és meg tudják simogatni, vagy eljönnek hozzánk, és akkor tudok otthon egy környezetórát tartani nekik másfél-két órán keresztül, és megsimogatnak egy csomó állatot is, marha jól érzik magukat, ezt ingyen csináljuk. Tehát ezt nem lehet összehasonlítani azokkal a munkákkal, aminek semmi értelme. Fantasztikus pasi vagy, és örülök, hogy itt voltál Dantéval együtt természetesen. Én szorongatom itt ezt a pórászt, ezt megmutatom a kedves nézőknek, nekem ennyi jut ebből a farkasból, mert a többi része az mind ott van. A gazdinál, a barátjánál? Igen, hát én a farkafőnöknél, a vezérnél? A farkafőnök, de nyugodtan átsétálhatsz hozzá, és megpróbálhatjuk azt, hogy amikor ő fekszik, akkor te le tudsz erre guggolni hozzá határozott mozdulatokkal, közben miközben megszólítod a nevét, és akkor meg tudod simogatni. Jó, ezt fogjuk csinálni, ezzel fogjuk befejezni, én megyek oda. A nézőknek köszönöm a figyelmet, neked köszönöm, hogy itt voltál, itt voltatok, Horkai Zoltán volt a vendégünk, és én azt gondolom, hogy olyan történeteket hallottunk, amit csak olyan tud elmesélni nekünk, aki ennyire érti az állatokat. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. És akkor én most indulok Dantéhoz. Jó. Köszi.